Prunus laurucerasus, tehát a babérmegy ennek egy nagyon szép fajtája előtt állok, és hát azt lehet látni, hogy így mellé állok, akkor ez egy ilyen 2-2,5 méter magas, fantasztikus tömör, zömök, átláthatatlan, áthatatlan sövénysőt. És azt szeretném most önöknek megmutatni ebben a videóban, hogy hogy kell nyírni a babérmegyet ahhoz, hogy nagyon szép sűrű legyen. De nagyon sokan megvásárolják, elültetik, és azt mondják, szeretnének mondjuk egy 2 méter magas sor belőle. Nagyon rendben van, de fogják, mert türelmetlenek, fölengedik 2 méter magas, és akkor tetejét így elnyírbálják. És aztán ugye biztos láttak már sokan olyan fagyal sort, hogy lényegében egy alatt egy át lehet látni, és így a felső csík az, ami sűrű. Hát kérem szépen, ez nem fordulhat elő, ott, ahol mondjuk egy szakértő kertbarát van, vagy mondjuk egy kertés segítő, mint például ennél a kertnél. Kicsit közelebb jönnek, akkor gyönyörűen le lehet követni a növény legaljától kezdve. Hát nem tudom, ez most mennyire fog látszani majd a képen, de hát itt lehet látni az elágazásokat, a tavalyi visszanyírásokat, tehát egész egyszerűen gyönyörűen lehet látni azt, hogy hány helyen volt így elvágva, és onnan hogyan osztottak szét az ágak, illetve hogyan nőttek ilyen villásat. És ugye ennek tehát a lényeg az az, hogy rétegesen kell nyírni a babérmegyet, hogyha nagyon sűrű sövény szeretnék. Ez azt jelenti, hogy nő mondjuk egy olyan 40-50 centit, és mondjuk egy 20-25-öt visszaveszünk. Nő egy 40-50 centit, 20-25-öt visszaveszünk. Ez azt jelenti, hogy ez itt egy most 2015 nyara van, és 2010-11 körül lett ez telepítve. Tehát ez egy 4-5 éves, nézzék meg, egy nagyon szép kövér, erőtől, egészségtől duzzadó, fantasztikus babérmes sor. Átláthatatlan, áthatolhatatlan, tulajdonképpen egészen elképesztően, bárhova belenézek, mindenhol azt látom, hogy egészséges, és tényleg lényegében a fürkésző tekinteteket tökéletesen kizárja. Ez csak azért történhetett meg, mert rétegesen lett ez a növény felengedve, tehát bárki, aki sűrű babérmely sövény szeretne, annak mindenképpen ezt a tippet érdemes megfogadnia, lassan felengedve, rétegesen visszanyírva, és nagyon szépen látszik, hogy egy gyönyörű szép dús, átláthatatlan, áthatolhatatlan sövényt lehet így vele elérni, illetve így tudjuk alkalmazni a babérmegyet.